Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Köszönjük ismét a hallgatókat, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin, 8:45 előtt 2 perccel a stúdióban Mihálovics hogy Csandrás. És Gede Balázs, jó reggelt a hallgatóknak, 0-30-20-10-9-09, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Megtudtuk, hogy az angol tavasz az olyan, hogy nincs 50 kilométeres szél, se jégeső, se másmilyen eső, mondjuk lájtos eső mindig van, tehát ez az angol tavasz, írja a hallgató, hála néki, hogy ezt dekódolta nekünk, illetve egy közlekedési információnk is van, az egyesen a virágpiacnál karambol a buszsávban, tehát még egyszer az egyesen a virágpiacnál, és szerintem Szentendréről, akik jönnek befelé, azok még most is számítsanak arra, hogy mérik a sebességüket, és a Budakeszi út is áll befelé, ebben a pillanatban jött friss, még meleg közlekedési információnk. Na, ne habozzunk, rohamozzunk! Neki futok még egyszer, hogy bemutassam kedves vendégünket, dr. Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára van itt velünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Na most másodjára sikerült. Bravo! Egy Input nevű programról fogunk beszélgetni, ugye itt a hírek előtt bearangoztuk, hogy startupereknek szóló fél órán következik, és ebből azért már sok minden kiderül, hogy valójában mi ez. Tehát akkor átadjuk a szót helyettes államtitkár úrnak, hogy bemutassa ezt a programot. 2016-ban indult útjára ez a program, Innovációs és Technológiai Minisztérium gondozza, és abból a felismerésből indult ki, hogy Magyarországon nagyon sokat beszélnek a startupokról, látjuk, hogy Budapesten élénk pesgő startup élet van, de volt egy hiányérzetünk, vidékre nem igazán koncentrálunk. Gyakorlatilag kijelenthető, hogy néhány vidéki város kivételével, így mondjuk Győr, Szeged és Debrecent említhetnénk, szinte hiányzik a startup élet. Tehát, hogyha valakinek van egy ötlete vidéken, akkor bizony, ha nem jön föl Budapestre, akkor az ötlet el fog halni. Hát azt gondoltuk, hogy csináljunk egy olyan programot, ami a vidékiek számára szól elsősorban, hogyha van egy ötlete bárkinek, egy egyetemistának, lehet ez egy 16 éves fiatal, lehet ez egy 65 éves, ilyen nagy a szórása az érdeklődőknek. De ez akkor... most nem az egyetemre és nem a felsőoktatási műhelyekre koncentrált, csak és kizárólag, ha jól veszem ki szavaiból. Nem. Az egyetemi városokban vannak jelen területi koordinátoraink, startup koordinátorok. Úgy gondoljuk, hogy az ötletek többsége azért egyetemről nő ki, de természetesen, hogyha egy környező faluból, az egyetem vonzás körzetéből valakinek van egy ötlete, akkor megkeresheti ott helyben azt a startup koordinátort, fölveti vele a kapcsolatot, elmondhatja az ötletét, és onnantól kezdve kézen fogjuk ezeket az ötletgazdákat, és végigvezetjük azon az úton, aminek a végén egy nemzetközi piacra lépés van. Uh-huh. Tehát ez volt azt gondolom a fő indító a program. Bocsánat, egy pillanat, csak hogy milyen súlyú volt ez a probléma, hogy mehettek ott tönkre tényleg, vagy haltak el ötletek, vagy csak egész egyszer megnehezítette az életüket, hogy valamiféle fővárosi kapcsolódási pontot kellett találnia az ötletgazdáknak ahhoz, hogy el tudják indítani ezt a programot. Mind a kettő probléma, csak az egyik ugye nagyobb súlyú, mint a másik. Azt gondolom, hogy tömegesen haltak el és halnak el ötletek, de a programnak köszönhetően tulajdonképpen a 2017-es, 18-as évtől már azt látjuk, hogy több száz ötletgazdával vagyunk kapcsolatban. Azért említem ezt az ötletgazda szót, hiszen aki jelentkezik a programba, annak nem kell vállalkozónak lennie. Tehát valakinek van egy jó ötlete, és semmi más nincs hozzá. Nincsen kidolgozott üzleti terv, nincsen finanszírozás, nincsen cég. De belevághat, és végig kísérjük az úton a megfelelő életszakaszhoz passzoló szolgáltatásokat kínálunk nekik, egészen onnantól, hogy dolgozza ki, hogyan kell kidolgozni az ötletét, mik a buktatók, egészen addig, hogy hogyan szerezzen befektetést, mire figyeljen a befektetés letárgyalásánál, és elvisszük őket kézenfogva a külföldi célpiacokra, ahol nem arról van szó, hogy leszállnak a gépen, és akkor néznek ki a fejükből, mert bocsánat az egyszerű megfogalmazásért, hanem előre leszervezünk nekik potenciális érdeklődőket, vevőket, uh-huh. befektetőket, versenyekre visszük el őket, kiállításon megjelenést teszünk számukra lehetővé. Tehát egy
komplex szolgáltatást nyújtunk számára. Kekeckedhetek egy kicsit? Persze. Ugye elhangzott, hogy startup ökoszisztéma Magyarországon, erről tényleg lehet beszélni? A másik, ami pedig megütötte a fülemet, hogy többször elhangzott, hogy külföldre csatornáznak be ezeket az ötleteket. Ez eddig rendben is van, hiszen azért egy 10 milliós piac az mégsem egy akkora, ahonnan nagyon sok vállalkozás nagyon nagyot tudna dobbantani, és ugye a kormányzati kommunikációban is szerepel az, hogy hát regionális, multinacionális cégeknek nagyon hiány van Magyarország. Meg hát a tőke vonzó képessége de is. De nem lesz ebből baj, hogy minden tehetséges fiatalt külföldre csatornázunk? Én akkor ketté választanám a kérdést, tehát az első a startup ökoszisztémára vonatkozik. Azt lehet látni, napokban jelent meg egyébként erről újsághír is, hogy a Brexit történjen bárhogy is, Brexitet követően mondjuk Budapest lehet a legvonzóbb európai célpont a startupok számára. Tehát tömegesen települhetnek át Budapestre olyanok, akik startupot akarnak tovább építeni. Ez azért van, mert itt Budapesten tulajdonképpen 2016-ban kezdődött ez a felívelés, fellendülés, megtalálnak mindent, ami kell a működéshez. A coworking irodákat, ahol együtt tudnak dolgozni, angyalbefektetőket, tőkealapokat, mentorokat, tulajdonképpen minden rendelkezés áll, amellett, hogy Budapesten nagyon jó élni. De ugye megint csak Budapestről beszéltem, tehát a ökoszisztéma Budapest központtal rendelkezésre áll. Nekünk az volt a célunk, hogy a vidékieknek ne kelljen tulajdonképpen hónapokat ülni karbatett kézzel, míg akár egy rendezvényen részt vehetnek, vigyük oda, tartsunk olyan rendezvényeket, mint az Ötletből Vállalkozás nevet viselő vidéki nagyvárosokban, hozzuk oda a fiatalokat, kisfős csoportokban dolgozzunk közösen az ötletük megvalósításán. Tehát az ökoszisztéma rendelkezésre áll Magyarországon, nagyon Budapest központú, ezt szeretnénk tágítani, és ami a legfontosabb, hogy az, hogy ökoszisztéma szereplők megvannak Magyarországon, az önmagában nem jelenti azt, hogy egy tanástalan ötletgazda könnyedén végigmegy a megfelelő stációkon. Tehát jelentkezik, nézegeti a honlapot, hát most vajon ez a program, ez jó lehet számomra? Vajon az a tőke befektető azzal üzleteljek, vagy a másikkal? Mi ebben adunk egy segítséget, nem akarunk aktív szereplővé válni olyan értelemben, hogy elvenni az inkubátorok munkáját, az accelerátorok munkáját, az angyalbefektetők munkáját, mert kicsit eligazítást adunk a startupoknak. Végigvezetjük őket az úton, személyre szabottan az igényeiket meghallgatva. De tulajdonképpen felpezsdítettük a Magyarországon már meglévő startup ökoszisztémát. Külföld? Ugye az volt a kérdésem másik fele, hogy az oké, hogy ide jönnek, és az örvendetes, és legyen is így, hiszen nagyon sokat hozzátesznek az ország gazdaságához, ha itt nőnek ki világ megváltó startupok a földből, de ha a mi vállalkozóink meg külföldön csinálják ugyanezt, az nem biztos, hogy szerencsés. Ugye amiről még nem beszéltünk, a startupoknál az egyik legfontosabb jellemző, hogy valamiféle innovációt hordoz. Akár a termék vonatkozásában, akár az üzleti modell vonatkozásában. Ez az innováció, a tényleges fejlesztési tevékenység, azt látjuk, hogy Magyarországon marad, Magyarországon történik. Azok a nagy hírű, mindenki által ismert magyar startupok, akik világsikert értek el, azt látjuk, hogy itthon tartják a fejlesztő központjukat. Hát mi az, ami valójában elmegy? Leánycégeket hoznak létre a célpiacokon, ott történik a sales. Tehát ami azt gondolom, hogy adja magát, tehát innen eladni USA-ban terméket, az egy elég érdekes vállalkozás. A lényeg, hogy a fejlesztés itt maradjon. Hogyha egy sikeres exit van, a startupból kiszáll a befektető, hozza létre Magyarországon az újabb fejlesztési központot, vegyen föl ide tehetséges fiatalokat, és ilyen módon azt gondolom, hogy mindig vissza fognak jönni Magyarországra, mert az érdemi dolog az, hogy rendelkezésre áll minden, és jó itt élni, és lehet fejleszteni. Tehát, igen, hogy pont az nem kötődik helyhez a fejlesztés, igen, míg a sales marketing az természetesen a célpiacokhoz kötődik. Oké, a zene után folytassuk. Van még egy csomó kérdésünk, ugye beszélgettünk arról, hogy egy decentralizált vidéki városokra fókuszáló programról van szó, de mégis kik jelentkezhetnek és hogyan. Kik azok a szakemberek, mentorok, akik részt vesznek ebben a programban, úgyhogy még számos kérdésünk van. Vendégünk továbbra is dr. Solymár Károly Balázs, infokommunikációért felelős helyettes államtitkár. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat.
Millás reggeli. Folytatjuk az input programról való elmélkedéseinket dr. Solymár Károly Balázzsal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkárával. Jött egy pár hallgatói kérdés. Az egyik ezek közül egy érdekes kérdésre világít rá, az Innovációs Minisztérium dönti majd el, hogy mi lesz a jó ötlet? Hogy mit valósítanak meg, és hogy a kinőtt céget megveszi majd valaki? Tehát hogy működik ez a dolog? Ki dönt ezekben a projektekben? Ugye ott tartottunk, hogy input program, gyűjtik vidéken az ötleteket, személyre szabottan iránymutatást adnak az ötletgazdáknak arra vonatkozást, hogy merre induljanak, mit csináljanak, kis oktatás, kis képzés, kis tapasztalatszerzés, de kik csinálják ezt a munkát ott a végeken? Hát semmiképpen sem a minisztérium, én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten rossz ötlet lenne, hogyha itt a melyik az ígéretes startup témában a minisztérium döntene. De egyrészt erre létrehoztunk egy külön instrumentumot, Neumann Nonprofit Kft.-nek hívják, hiszen egy társasági működés tudja passzolhat leginkább a startup élethez. De a Neumann Nonprofit, ez tulajdonképpen egy állami tulajdonú társaság, amely maga is egyfajta idézőjelben lean startup, tehát startupként működik, és szinte a semmiből élesztettük újra. De ami a legfontosabb, hogy ez a társaság helyet ad olyan szakembereknek, akik az üzleti szférából jöttek, maguk is startupperek voltak. Elértek sikereket, de adott esetben kudarcokat, tehát már tudják, hogy mi az a magatartás, ami adott esetben kudarchoz és nem sikerhez vezet, ez legalább annyira fontos szempont. Illetve akár azt is, hogyha belekerül az ember, hogy lehet abból kijönni. Pontosan. Tehát maga a társaság alkalmaz üzletfejlesztési szakembereket, illetve robónó mentorrendszerünk van. Tehát teljesen díjmentesen olyan szakemberek, országosan jelenleg 39 ilyen ember van, plusz 20 szakértő, tehát 39 mentor dolgozik azon, hogy a saját múltbeli tapasztalatait átadja ezeknek az érdeklődő fiataloknak, és segítik őket ebben a munkában. Ez hogy zajlik ebben az input programban ez a mentorációs folyamat? Egyrészt bárki jelentkezhet mentornak. Tehát most is bárkit arra bíztatnék, hogyha úgy érzi, hogy ő üzleti életben nagyon sokat letett, most valami máshoz szeretne kezdeni, másba szeretne vágni, és nem az érdekli, hogy ő havonta kiszámlázhasson egy X összeget a startupok támogatásáért, hogy jelentkezhet. Hadd mondjam el a honlapunk címét, www.inputprogram.com, tehát azt gondolom, hogy minden szükséges információ elérhető rajta. Jelentkezik, megvizsgálja a Neumannos szakértői társaság, hogy érette arra, letette annyit az asztalra, bocsánat, az elkoptatott fordulatért, hogy ő mentorként részt vegyen a programban. Vállalja azt, hogy bizony ingyenes tanácsadásról van szó. Majd ezt követően, hogyha egy olyan startupot találnak, egy érdeklődő startupot, akinek mentoringra lehet szüksége, összehozzák a két felet, párosítják. Az ötletgazda oldalán azt vizsgálják, hogy van-e már érett ötlet. Tehát ott már azért elvárjuk, hogy már legyen valami ötletkezdemény, és talán valami kezdetleges üzleti modell, és nagyon fontos az elköteleződés vizsgálata. Tehát konkrétan azt nézik, hogy tart-e már ott az a startup, hogy egy mentor-mentorát viszonyban megfelelő erőforrást bele tudjon tenni. Tehát a munkaidejével senkinek nem bánunk mostohán, tehát pazarlóan, hogyha kellő elköteleződés megvan, akkor elkezdenek ezek a mentor-mentorát párok együtt dolgozni. Jelenleg 32 ilyen pár most is dolgozik, és akár ez egy 6 hónapos folyamat lehet. Én itt egy pillanatra csak ugye említette, hogy a mentor, hogyha úgy gondolja, hogy az üzlet után másba vágja a fejszéjét, én ebből azt veszem le, hogy ez ilyen egész emberes, ilyen full-time készenlétet vagy munkát igényel a mentortól. Nem, igazából akkor rosszul fogalmaztam, inkább mondjak egy példát, találkoztam olyan mentorral, egy érdeklődő potenciális mentorral, aki azt mondta, hogy hát ő mindig a bankszférában dolgozott, pénze van, de már kicsit unja, tehát olyan kiszámítható, és szeretne valami izgalmas újba vágni. Lehet, hogy itt tényleg ott véget ér a dolog, hogy életre segít egy startupot. Lehet, hogy aztán később befektető lesz. Tehát ez nincsen tiltva, hiszen ez jó dolog. Lehet, annyira jól sikerül a mentorációs, akkor üzlettársak is lehet. Üzlettársak lesznek. Lehet, hogy ő másfelé irányítja, azt mondja, hogy mégsem az ő profilja. Az az érdekes a startup ökoszisztémában, hogy nagyon sokféleképpen lehet értéket termelni benne.
nagyon sokféleképpen lehet jól kijönni. Nem csak ez az egyszerű pénzügyi tranzakció, hogy ide beteszem, kiveszem, hanem sok áttéten keresztül működhet a dolog. Mióta működik ez az input program, és vannak-e már eredményei? A 2016 április a hivatalos projektkezdés, de azt mondhatjuk, hogy 17-ben épült ki az országos hálózat, 18-ban jött mellé a nemzetközi láb, tehát ez a piacra lépés elősegítése 350 startup számára komoly nemzetközi jelenlétnek a lehetőségét kínáljuk. És jöttek az első eredmények, jött az általános és legfontosabb, hogy az ENSZ-nél egy jó gyakorlat minősítést szerzett, egy global best practice lett az input. Tehát gyakorlatilag ezt a módszertant, amit összeraktunk, ezt a világ minden táján érdemes terjeszteni, mert jó gyakorlat. Uh-huh. Nagy komoly versenyeken értek el helyezést azok az ötletgazdák, akik az input programba bekapcsolódtak. Az egyik ilyen volt például a Solar Garden nevű cég, akik a legnagyobb kínai versenyen 18 díjazott közé kerültek be. Ezt úgy kell kezdeni, hogy 2000 egyetem a világ minden tájáról, 100 ezer jelentkező összesen. Olyanokkal versenyeznek, mint az MIT, a Harvard, a Yale. Csak 50 kerül be a 2000 egyetemből, bekerült a egyetemi jelentkezőből, bekerült ez a csapat, és a legjobb 18 közé került, úgyhogy végül bronz díjat kapott az ötletével. És ilyenek gyakorlatilag most már kis túlzással havi rendszerességet történnek. Egészen kimagasló rendezvényeken nagyon komoly eredményeket érnek. Igen, úgy látom, hogy így a szavaiból, hogy a rendezvények az nagyon fontos lába a programnak. Az, hogy mert ugye jönnek az ötletgazdák, zajlik a mentorálási folyamat, oké, de a sok mentorált folyamatból melyik kerülnek be akár egy rendezvényre, akár egy ilyen nemzetközi rendezvényre? A rendezvényeknél talán azzal érdemes kezdeni, hogy van az a fajta szemléletformáló rendezvény, ami a teljesen laikus érdeklődőknek szól. Tehát ilyeneket is nyomon követhetnek a honlapon, elmehetnek, ő nem tudja, hogy igazából való-e neki ez az egész. Van egy ötlete, ott kap egy általános képet arról, hogy mik ezek a startupok, miről szól ez az egész történet. Vannak a komolyabb, tulajdonképpen már tudását adó rendezvényeink, ami arról szól, hogy például szellemi tulajdonvédelemben mit kell tennie. Ezt kérdezték is a hallgatók, hogy erre például hangsúly helyeződik-e? Abszolút, ezek szerint igen. Abszolút, ezekben a témákban képzéseket tartunk, rendezvényeket tartunk, vagy akár szakértőt vonunk be, speciális szakértőt. A projekt keretében egyébként, bár nem mondhatom ki a nevét, de az egyik legnagyobb globális tanácsadó cég is bekapcsolódott. Uh-huh. Tehát praktikusan a legkisebb falusi ötletgazda megkaphatja a legnagyobb értéket hordozó globális tanácsadó cégnek a segítségét is adott kérdésekben. Tehát én azt gondolom, hogy ez kifejezetten fontos része a programnak. A rendezvények esetében, amikor versenyekről beszélünk, ott globálisan nézzük az összes nagy versenyt, és mindenhová igyekszünk kijuttatni a résztvevőket. Ugye van ennek egy ilyen jó része, hogy pitchelünk, elmondjuk az ötletünket, de azért ne felejtsük el, hogy ott vannak a legfontosabb befektetők, ott vannak a legfontosabb üzleti partnerek, tehát a végén ezekből üzlet lesz, és az igazán izgalmas része, nem az, hogy most arany vagy bronzérmet. Rettenetesen fogy az időn, két dologra mindenképpen szálljunk azért egy keveset, hogy tehát egy kicsit ilyen technikai dologra, hogy ha valakinek ott az a bizonyos kész ötlete, hogyan induljon meg, hová vigye, hol jelentkezzen, hogy kerülhet bele a programba. A legfontosabb a honlap, www.inputprogram.com. Nézze meg, hogy mely városokban vannak ott a területi koordinátoraink. Ők a kinyújtott kezünk, tehát ő az első belépési pont. Nézze meg, hogy hozzá közelebb ki az, aki legközelebb van. Az elérhetősége, fényképe, rövid leírás, minden megtalálható a honlapon. Vegye fele vele a kapcsolatot. Természetesen központi elérhetőségre is írhat, ami a honlapon elérhető. Azt gondolom, hogy a legjobb, hogyha a mentort fölkeres, a területi koordinátort fölkeresi, személyesen beszélget vele, az által rendezett rendezvények valamelyikén megjelenik, és innentől kezdve már nem veszelődik el, tehát regisztrációt kap, figyelünk rá, és tulajdonképpen
egészen végig kísérjük az útján, aminek a nemzetközi siker lett az utolsó állomása. Jó, és akkor az utolsó pedig egy közelgő esemény, ez a kanadai study tour, ez mikorra, mit jelent ez, mi történik ott, oda kik jelentkezhetnek, és hogyan, erről kéne még egy-két részlet. Egy nagyon fontos része a programnak, ugye beszéltünk a nemzetközi piacra lépés segítésére, az úgynevezett soft landing program, tehát a célpiacainkon egy olyan, előkészítjük az adott startup megjelenését, nem hagyjuk magára, adott esetben egy hosszabb ideig tartó tanulmányútra visszük ki, ahol kiállítások, befektetői kapcsolatok szerzése és a komplex szolgáltatás szintén, amit megkap. Ez Kanadában, május hónapban lesz egy kéthetes szekció, Torontóban. Itt is jelen lehetőségük lesz mindezekre a startupoknak. Március 21-ig lehet jelentkezni a honlapon keresztül. Tehát ez most az aktuálisan nyitott nemzetközi rendezvény, de folyamatosan frissül a honlap, és folyamatosan újabb és újabb lehetőségeket lehet találni ezen. Nos, hát ez igazán jól hangzik, minden, ami elhangzott, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradt hozzánk, és beszélgettünk az Input programról. Dr. Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára volt a vendégünk. További szép napot kívánunk!